Sárikovács Szilviának, Karcagváros alpolgármesterének ötlete nyomán indult el a legszebb konyhakertek elnevezésű kezdeményezés 2012-ben. Idén első alkalommal a 17. kerület is csatlakozott az Agrárminisztérium közreműködésével életre hívott Magyar Örökség Díjas országos programhoz, melynek legfőbb célja a kertművelők munkájának elismerése, valamint a lakosság arra irányuló ösztönzése, hogy mindenki tegyen a saját környezetéért, mondta dr. Bakos András alpolgármester. Minden polgárunk jelentkezését várjuk, aki valamilyen kis konyhakertet nevel. Ugye különböző kategóriák vannak, itt meg kell említenem a balkon kategóriát, ami azt jelenti, hogy akár bármelyik társasházi lakosunk, bármelyik társasházi polgárunk is jelentkezhet. Vannak ugye a kisebb kertek, és vannak egész nagy zárt kert kategóriák is, ahol lehet jelentkezni. Minimálisan háromféle konyhakerti növényt vagy gyümölcsöt kell termelni ahhoz, hogy valaki elindulhasson ezen a pályázaton. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége koordinálja, ellenőrzi a helyben történő versenyeket, melyek szervezésében a kertbarát körök is segítkeznek. A zsűri kategóriánként az első három helyezettet jutalmazza meg, de a szabályzat szerint amennyiben indokolt, külön díjak odaítélése is lehetséges. Az alpolgármester kiemelte, részvételi szándékukat az előírt módokon június közepéig jelezhetik az érdeklődők. Június 15-ig lehet jelentkezni. Két módon, egyrészt a honlapunkról letölthető az adatlapja ennek a pályázatnak, és elektronikusan is benyújtható a környezetkukac.rákosmente.hu honlapra. Másrészt pedig a ügyfélszolgálatunkon át lehet venni ezeket az adatlapokat, tehát ha idősebbek akarnak pályázni, akkor ők átvehetik és le is adhatják ezt. Ugye ezt követően június 15-ig kell leadni, ez egy nagyon fontos időpont, ezt követően lesz a helyi zsűri. A helyi zsűri fog dönteni arról, hogy kik lesznek a különböző kategóriákban, ugye, ahogy korábban elmondtam, 7 kategória is van, a nyertesek, az első 3 helyezett, és ezt az első helyezetteket pedig az országos versenyre küldjük tovább. Fontos tudni, hogy augusztus 15-ig bezárólag a zsűri előzetes egyeztetést követően minden pályázót két alkalommal is meglátogat, hogy az egyes konyhakertek állapotát fotókkal dokumentálja. Az idei esztendőben a környezettudatos kert témakörére koncentrálnak az ítészek, a komposztálás jelentőségére, a szerves tápanyag utánpótlására, a talajvédelemre, valamint a csapadékvíz tudatos használatára irányítva ezáltal a figyelmet. A 17. kerületi győztese kilétére a szeptemberben esedékes eredményhirdetésen fog fényderülni, míg az országos megmérettetést decemberben zárják majd le a szervezők.